A másik oldalon 5 lövés volt, és lehet, hogy meg lesz a 6. Zitzer, és vezet az Eto. Az 57. percben megvan a vezető gól, már az előbb is nagyon közel járt hozzá a csapat. Akkor Pátkai még nem talált a kapuba, most azonban Marek Strescsik, igen. Óriási helyzet volt, ezt már nem hagyta ki a Győr. Strescsik higgadt volt, ritmust vált, itt már az MTK védők nem tudják felvenni, ott ugye szabálytalankodni már nem lehet vele, vagy azzal piros lap jár, Kelemen tudta is ezt, elengedte Strescsiket. Gól az akció vége, 1-0.